szántóverseny, az Észak-Alföldi régió középiskolásai mérték összetudásukat Baktalórádházán. Egészségváros Nyíregyházán október 5-én egész nap ingyenes szűrőprogramokkal várják a lakosságot a belvárosban. Bírságolnak, még mindig sok a szabálytalanul parkoló gépjármű Nyíregyháza belvárosában. Az Északi Agrárszakképzési Centrumban a mezőgazdasági gépész és a mezőgazdasági gépész technikus szakok iránt érdeklődnek a legtöbben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezt mondta Lévai Imre főigazgató a Baktalórádházán tartott szántóversenyen. 20 éve kezdtek el szántóversenyeket szervezni, amelyre évről évre egyre több diák jelentkezett. Így végül a középiskolásoknak már külön versenyt rendeznek. Hetedik alkalommal ültek be a traktorok fülkéjébe Baktalórádházán a középiskolások, akik közül többen a családi hagyományt folytatják. A diákok között volt, akit saját bevallása szerint már 3 évesen megcsapott az etor füstje. Már 3 éves korom óta benne ülök, úgyhogy 5 évesen már vezettem magamtól. Szerintem egyértelműen ez azon múlik, hogy ki mennyire gyakorlott abban, hogy otthon mennyit dolgoznak, mennyit szántanak. Esetleg van-e saját gépe bárkinek is, mert aki ezt csak az iskolából próbálja összeszedni, szerintem az egy kicsit ehhez kevés. A verseny hagyománya 20 éves múltra tekint vissza. Eredetileg a térségben élő felnőtt gazdáknak rendeztek játékokat, de idővel a szervező iskola diákjai is egyre többen érdeklődtek a megmérettetés iránt. 7 évvel ezelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt, mikor láttuk azt, hogy egyre több középiskolás is behozza a traktorát ezekre a versenyekre, döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy észak-alföldi középiskolásoknak szánt szántóversenyt, és 7. éve gyakorlatilag a térségünkben lévő agrárszakképző iskolákból azok a tanulók jelennek meg itt, akik gépészképzésen tanulnak. A versenyzők 2 szinten mezőgazdasági gépész szakmunkás, valamint mezőgazdasági gépész technikus képzésben vesznek részt, mondta el Lévai Imre, aki hangsúlyozta, ezek a legnépszerűbbek a szakképzés kínálatában. Ahogy látható a képeken is, itt ugye az erőgépek, különböző erőgépek vannak, és ezek nem mindegyike a legkorszerűbb. Természetesen már akár vezető nélküli traktorok is léteznek, de ez még csak a jövő. Azonban úgy gondolom, hogy az emberi munkaerőre mindig szükség lesz. Azokat az alapokat, amelyek a javítás és az üzemeltetéshez kapcsolódnak, azokat mindenképpen ezeknek a képzéseknek keretében lehet megszerezni. A verseny főbírója Sós Sándor azt mondta, nagy különbségek vannak a versenyzők között, amelyet már a nyitó barázdák is visszatükröznek. A Magyar Szántóverseny Egyesület elnöke szerint a gazdák hivatása olyan összetett ismereteket igényel, amelyet a városi ember gyakran nem is feltételez róluk. Gépésznek összetett embernek kell lenni, kell egy kis agronómia, amit ismer, ismerni kell a növényvédőszereket, a növényvédelemet tudni kell foglalkozni, aki vegyes gazdálkodásban van, az állatokkal tudni kell bánni. Én mindig azt szoktam mondani, a megnyitón is elmondtam, hogy a mezőgazdálkodásnál, hogy használjam ezt a kifejezést, szebb foglalkozás a világon nincsen. Nézzünk szét, hol vagyunk? Kint Isten szabad ege alatt, jó levegő van, süt a nap, jól érezzük magunkat, és dolgozunk. A munkában viszont mindig gondolkodni kell, mindig vannak kihívások, tehát nem sablonok vannak, mert van egy nagyobb hatalom tőlünk, ez pedig az időjárás. Most is ugye rettegve várjuk az ivatalcellát, tehát nem tudjuk majd, hogy mi lesz. Tehát itt állandóan gondolkodásra van kényszerítve az ember, és aki szereti a harcot, az nyugodtan ezt választhatja, mert sajnos azt is el kell mondani, hogy itt óriási a bizonytalanság, ezt a városi ember szintén nem tudja. A szántóversenyről minden versenyző valamilyen jutalommal térhetett haza, a nézők pedig a versenyprogram mellett részt vehettek a bála görgető, valamint az ekevas hajító vetélkedőn is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt azzal az apával szemben, akinek a gondatlansága miatt 4 éves fia az általa ásott szemét égető gödörbe esett és súlyosan megégett. A vádlott 2023. szeptember 22-én este Nagykállói otthonában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, melytől még másnap is ittas volt. Ekkor határozta el, hogy a családi ház udvarán egy gödröt ás, és abban a ház körül felgyűlt hulladékot és ruhaneműket elégeti.
Már égett a tűz, amikor 4 éves gyermeke a tárolóból kihozott egy ruhadarabot, hogy azt a tűzbe dobja. A gyermek a gödör szélihez érve az egyensúlyát elvesztette, és fejjel előre az égő hulladékba zuhant. A vádlott a gyermeket a lábánál fogva a gödörből kirántotta, aki azonban addigra már kiterjedt, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A főügyészség az apát gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségével vádolja, vele szemben végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Még mindig sok a szabálytalanul parkoló autós Nyíregyházán. A forgalom növekedése azt eredményezi, hogy kevésnek bizonyulnak a parkolóhelyek a belvárosban és annak tágabb körzetében is. Sok esetben az autósok a KRESZ parkolásra vonatkozó szabályait sem tartják be. Ez is egy olyan forgalmas csomópont Nyíregyházán, ahol a táblák ellenére nagyon sok esetben parkolnak szabálytalanul a személygépkocsik. A szakember elmondta, nem lett gyakoribb a szabálysértés az iskolakezdés hatására. Gyakran megállnak olyan helyen egyébként, ahol nem pont kereszt szabály sértenek, hanem mondjuk helyrendelmi ütköző szabálytalanságot követnek el, például zöld területen parkolnak, ez is nagyon gyakran előfordul. Nem csak az iskolák környékén, a belváros az egy abszolút olyan pont, ahol ha a közterületfelügyelet, tényleg radikálisan intézkedne, akkor naponta több száz esetet lehetne éppenséggel regisztrálni, de akár az állomás környékét vesszük, akár a lakótelepeket vesszük, vagy a kórház környéke, tehát bármilyen hely a városban, az a baj, hogy annyi jármű van már az utakon, annyi jármű van forgalomban, hogy egyszerűen nincs elegendő vállalkozóhely a városban, nem csak itt, szerintem országban sehol máshol, és mindenki igyekszik olyan helyen megállni, ahol nem kell fizetni a parkolásért, hiszen ez egy alapvető szempont mindenki számára, hogy lehet, akkor ingyen parkoljon. Egyre nehezebb üres parkolóhelyet találni a lakótelepek környékén is. Ezek a parkolók ugyanis zömében ingyenesek, és épp ezért csak azoknak nem jut parkolóhely, akik az adott háztömbben laknak. Az elmúlt időszakban lettek nagyon sok olyan terület bevonva, a kórház környékének nagyon sok része be lett vonva, például fizetőparkolásba, vagy a Vasvájpál utcán bizonyos része mellett volna a fizetőparkolásba, tehát egyre jobban terjeszkedik a város kifelé, és teszi fizetővé az övezeteket, hiszen nagyon sok ilyen például a lakosság kéri azt, hogy az a terület legyen fizetős, mert ugye ahol ők laknak, és ha nem fizetős terület, ott mindenki igyekszik oda parkolni, igyekszik szabályosan megbetölte parkolni, és elveszi helyeket az ott, akik egyébként azon a környéken laknak. És egyre több lakóközösség fordul akár képviselőihez, akár a önkormányzathoz, vagy akár a nyílvévéhez, hogy azt a területet alakítsák fizető parkolóvá, és akkor mindenki a saját területén viszonylag kedvezményesen tud parkolni. Ez a trend most a városban. A leggyakoribb kihágás a mozgáskorlátozott parkolóhelyek jogtalan használata. A rokkant parkolás az véről nagyon, tehát a rokkant parkolóhely elfoglalása az azért nagyon jellemző a városban. Ennyi csak a Tokajüti piac környékére. A Tokajüti piacon, amit nem is igazán értünk, tehát bent a piac területén ugye ott nincsenek ilyen helyek kijelölve, tehát ezért a piac előtti területen jelöltek ki rokkant parkoló helyeket, és ott nincs az a nap, nincs az a pillanat, amikor a közterületfelügyelő, vagy a rendőr ne találna szabálytalanul parkoló gépkocsit, és azért annak viszont borsos, mert 65 000 forintos helyszínbírságos ára van, meggondolandó az ember mikor, és hát nem is veszik észre, nem is figyelik, hogy ott távla tiltja ezt a fajta parkolást. Bodrogi László azt mondja, a különféle útépítési munkálatok helyszínén is érdemes figyelni a parkolást tiltó táblákat, mivel ez az egyetlen módja, hogy elkerüljük a bírságolást. Egésznapos ingyenes családi programmal készülnek október 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában. Az esemény főszervezője a Nyíregyházi Kórház és az önkormányzat mellett a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalat, amely az elmúlt 15 évben 104 városban több mint 235 ezer ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot szervezett a lakosságnak. A résztvevők 500 forintos adománypontokat gyűjthetnek a 3,5 milliós adomány mellé, amelyet a Nyíregyházi Kórház árnyékolás technikájának fejlesztésére fordítanak.
Ezek a felvételek tavaly júniusban készültek Mátészalkán, ahol a Richter Egészségváros program keretében a helyi lakosok közreműködésével több mint 19 millió forint adomány gyűlt össze a Mátészalkai Kórház számára. Idén október 5-én Nyíregyháza Kossuth terére érkezik a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon NRT szervezésében a kórház, valamint az önkormányzat támogatásával. Az esemény sajtótájékoztatóján Gál Olasz Sarolta azt mondta, a program lényege, hogy a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért vagy meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővíthetik a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. Nagyon fontos, hogy adjuk a lakossági összefogást, a lakosságnak az erejét, a lakosság tudatosságát, a lakosság egészségre való törekvését, és nincs felső határ, tehát a határ a csillagos ég, úgyhogy mi mindenkit arra búzítunk, hogy jöjjön el, vegyen részt, használja ki a lehetőséget, hogy szűréseken, tanácsadásokon részt vesz, a családjával jöjjön és szórakozzon, kiegészítő programokon nézze a színpadon fellépőket, és mi azt gondoljuk, hogy ezt a napot el lehet tölteni úgy, hogy teszünk a saját egészségünket, és párhuzamosan pedig szórakozunk, és a nap végén pedig büszkék vagyunk magunkra, hogy a mi hozzáadott értéknek köszönhetően a kórház bizonyos összegű adományt fog megkapni. Franz Mónika, a Józsa András Tagkórház orvosigazgatója hangsúlyozta, bár minden lehetséges szűrést nem tudnak elvégezni, nagyon sok területről érkeznek szakemberek, így többek között a szív- és érrendszeri, az ideggyógyászati, pszichiátriai, nőgyógyászati, urológiai, valamint diabetológiai területek képviseltetik magukat. Ezeken a szűréseken talált elváltozások alapján szükségesnek tűnő szakorvosi vizsgálatokra időpontokat lehet majd a helyszínen foglalni. Ez egy külön sátrat fogunk kapni, ahol szakembereink számítógéppel, online elérésekkel lesznek elérhetők, tehát nem a saját egészségablakon keresztül lehet ezeket az időpontokat foglalni, hanem ott a sátorban. Ennek a technikai megoldásain most dolgozunk. A Richter maga nagyon pozitívan állt ehhez a különleges ötlethez, mert eddig ilyen lehetőség ezeken az egészségváros rendezvényeken nem volt. Én bízom benne, hogy ez is egyfajta csábító erő lesz, hogy minél többen jöjjünk ki erre a rendezvényre. Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta, több ezer résztvevőre számít, mivel ez egy olyan esemény, amikor egy nap alatt bárki ingyenesen elvégeztethet igény szerint több fontos szűrővizsgálatot is. Mi a helyszín biztosításával, a színpad biztosításával, a promócióval, az óriás plakátok biztosításával, maga a helyszín és a lebonyolítás biztosításával jelentős erőforrásokkal járnunk hozzá, hogy a program sikeres legyen. Nagyon fontos cél az, hogy adományokat gyűjtsünk a kórháznak, de én azt gondolom, hogy ezt a célt megelőzi az, hogy aki részt vesz, az valóban olyan ellátás szűrési programon vehessen részt, ami egyébként így egyedülálló és elérhetetlen. Tehát ezt nem lehet összeszervezni, hogy ennyi program, és gyakorlatilag ki mit szeretne, összeállítsa a saját szűrési programját, vagy a tanácsadási programját. Én számomra ez a legnagyszerűbb ebben a napban, hogy bárki ezt megteheti, és az egy nagyon pozitív hozadék, hogy ezzel ráadásul segítjük a kórházat is. Az október 5-i szombati nap végén átadásra kerülő adományt a tervek szerint a kórtermek árnyékolás technikájának fejlesztésére tervezik fordítani, de adománypontokat már a Richter Gedeonról szóló film nyíregyházi közönség találkozóján is lehet szerezni, szeptember 24-én a Krúdi moziban. Nyíregyházán is bemutatták a Magyarul Európában című interaktív kiállítást. A tárlat 20 installációból áll, amelynek törzsanyagát 3 vármegyei vonatkozású elem egészít ki. A kiállítás korabeli dokumentumok digitális másolatait gyűjti egybe. Ezeken keresztül felvillantja azokat a sorsfordító eseményeket is hazánk történetéből, amelyek az elmúlt 1100 évet meghatározták. A vándor kiállítás Gyuláról érkezett Nyíregyházára, majd következő állomásként Salgótarjánban várja látogatóit. A Magyar Nemzeti Levéltár is csatlakozott a 2024. júliusában útjára bocsájtott 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű programsorozathoz a Magyarul Európában című vándorkiállítással. A Nyíregyházán megtekinthető tárlat 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tablóval egészül ki.
Akár egy legfrissebb vallástérképre is ránézzük, a 2022-esre, akkor azt látjuk, hogy a mi megyénk az egy kicsit színesebb, mint a többi. Tehát itt az együttélésnek több évszázados hagyománya van. Ehhez válogattunk ki különleges iratokat, illetve néhány mondatban ezt össze is foglalta a kollégánk. A vármegye és nemessége tabló, vagy vármegye és kastélyai tabló, tulajdonképpen ezek a nemesség az egész országos volt, tehát minden család több megyéhez kötődött. Mi ezeken az általuk hagyott kulturális örökséget, mondjuk a kastélyokat próbáltuk megjeleníteni, illetve a mi rendkívül gazdag nemesi címeres levélgyűjteményünkből is tettünk ki rá. A nyíregyházi bokortanyák pedig egy egészen egyedülálló tanyavilág, ugye ismerjük ezeknek a történetét, ilyen sehol máshol az országban nincsen ezzel az elrendezéssel, és ez is egy olyan dolog, amiből a ma embere tanulhat, hiszen az egy páratlan ökoszisztéma, a több évszázados gazdálkodásnak köszönhetően igenis van annak is a mai kornak üzenete. A levéltár a kiállítás végeztével is láthatóvá teszi azokat az eredeti anyagokat az érdeklődők számára, amelyek tulajdonképpen a tablókra is rákerültek. A vitrinekbe rendezett képek, dokumentumok mellett a leíró szövegek is elérhetőek, és ez a tájékoztató anyag hamarosan az interneten is olvasható lesz azok számára, akik nem tudják személyesen felkeresni a levéltárat. 15 plusz 2 kísérő tablón csak egy ívet lehet rajzolni, illetve súlypontokat lehet megmutatni, hogy mi az, amire büszkék lehetünk. Itt nem is lehet cél az egész történelmnek, az egész kulturális hagyománynak a feldolgozása, de ad egy általános képet róla, illetve ad egy rácsodálkozási lehetőséget azokra az iratokra, amik a levéltárakban találhatóak. A vándor kiállítás még a 31. Nemzetközi Levéltári Napon is megtekinthető a levéltárban. Szeptember 19-én 9:30 kezdődik a program. 2024-ben a Konfliktusok és Megoldások címet kapta az a konferencia, amelynek keretében neves előadókkal várja az érdeklődőket a Vármegyei Közművelődési Intézmény. Huszonhat gólt lőtt a két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli csapat a futszál NB1 hatodik fordulójában. Az A Stúdió futball Nyíregyháza 12-1-re verte a Rubeola SC-t, a Nyírbátor pedig 7-6-ra győzött az Aramis ellen. A nyírbátoriak a tabella 7. helyén, a nyíregyháziak pedig a 8. helyen várják a folytatást. Ezen a hétvégén 6. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Extreme Trail Weekendet. Szombaton a Sóstói parkfürdő területéről indulva akadályokkal nehezített 5, illetve 10 kilométeres pályát teljesíthetnek a versenyzők. Vasárnap pedig a terepfutás vár a szervezők reményei szerint közel 1000 résztvevőre. 5, 4, 3, 2, 1. A városi stadionból indult, aztán Sóstóra költözött a nyíregyházi extrém hétvége. Első alkalommal 500-an vettek részt az amatőrök, és profik számára is nyílt megmérettetésen, tavaly pedig már megközelítette az 1000-et az indulók száma. Ezen a hétvégén 6. alkalommal várják az ország egész területéről, sőt, a határon túlról is az extrém sport szerelmeseit a szervezők. Azt gondolná az ember, a külső szemlélő, hogy ha már 6. alkalommal szervezünk versenyt, akkor rutinból megy minden, és már igazából félváról veszi az ember, de nem, megújulunk minden egyes alkalommal, és új akadályokkal készülünk, új formációval állunk fel, hogy minél különlegesebb legyen a vendégeinknek. A versenyzői létszám a Covid idejéig emelkedő tendenciát mutatott, utána volt egy kis torpanás, de most hál' Istennek megint emelkedő, úgyhogy ilyen 800-900 fővel számolunk az hétvégén. Szombaton a terepakadályfutással kezdünk, először a felnőttek futamai 5 és 10 kilométeren, utána egy fél órás szünetet követően beindulnak a gyerekek, akik 4 korosztályban fognak versenyezni, számukra is külön akadályokkal készülünk. A rövidebb távon egy 20 akadállyal készülünk, a hosszabb távon egy 25-28 akadállyal. Minden megtalálható majd a palettán függeszkedő és
cipelős, egyensúlyozós, kúszós, mászós, tehát ügyességi erőnléti feladatokkal lehet majd találkozni. A Nyíregyházi önkormányzat a kezdetektől támogatja a rendezvényt. Mindig új dolgokat találnak ki a szervezők, amely szerintem külön jó ebben a versenytávban, nem csak nyilván az akadályoknak a leküzdése és a futásnak a nehézsége az, amit az embernek itt, amit át kell mennie, hanem az, hogy közösségi élményt teremtenek, azt gondolom azzal, hogy a strandfürdőnek a melegvizes medencéje egy verseny után ebben a kora őszi időben rendelkezésre áll, ezáltal az emberek át tudják gondolni azt, hogy esetlegesen hogyan versenyeztek, hogyan szerepeltek, tudnak jót beszélgetni, és minden, ami pozitív a nyíregyházi, hogy a versenyzőközösségre nézve, amellett nyilván, hogy a sport az egészséggel nyilvánvalóan összefügg, az fontos az önkormányzat számára. A vasárnapi terepfutáson is 5, illetve 10 kilométer vár a résztvevőkre. Ismét lesz kutyás futás azok számára, akik négylábú kedvencükkel akarják teljesíteni a távot. A szervezők mindkét napon több kísérő programmal készülnek mind a gyerekek, mind a felnőttek számára. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, jöjjenek főbb híreim még egyszer röviden. Ismét megtartották Bakta Lóránt házának középiskolások szántó versenyét. A rendezvény főbírója Sós Sándor azt mondta, a mezőgazdálkodásnál szebb foglalkozás nincs a világon, ugyanakkor rendkívül összetett feladat, amely folyamatosan kihívások elé állítja a gazdákat. Az Északi Agrárszakképzési Centrum kínálatában jelenleg a mezőgazdasági gépész, illetve a mezőgazdasági gépész technikus képzések a legnépszerűbbek. Október 5-én szombaton rendezik meg Nyíregyháza belvárosában a Richter Egészségváros elnevezésű egésznapos programot, amelyet a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalat, a Nyíregyházi Kórház és az önkormányzat közösen szervez. Az esemény célja, hogy a lakosság az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétele során adománypontokat gyűjtsön a Nyíregyházi Kórház számára. Több 10 000 forintos bírságtól mentesülhet az, aki parkolás előtt tájékozódik arról, hogy az adott területre milyen szabályok vonatkoznak. Az autósok sok esetben nem tartják be a KRESZ parkolásra vonatkozó szabályait. A lakók kérésére több társasházi övezetben is fizetni kell a parkolásért Nyíregyházán. Szeptember 18-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, de ne feledjék, várja Önöket a weboldalunk is, ahol újra megtekinthetik a most elhangzott tudósításokat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, és a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország déli felében és északkeleten zápor előfordulhat, néhány zivatar is lehet. Napközben 20-22 fokot mérhetünk.